ösztönős. Az a téma, amely az ábrázolás kezdetétől a mai napig fontos helyet foglal el a képzőművészetben. Az esetek nagy százalékában megformálásuk szimbolizál valamit, ami leggyakrabban az ösztönvilággal van kapcsolatban. A kiállításon a kiállító művészek különböző technikával készült alkotásokban közelítették meg a témát, a szobroktól a videóvetítésig. A műveken visszaköszön az, amely nem csak az állatot, de az embert is cselekvésre buzdítja, vagyis a tudatalatti késztető ereje, maga az ösztön. Az ösztön nem más, mint alakítás, integrálás. Spontán energiatartalék, ami az embert önmagából a társas valóság felé hajtja, és megtartja abban, hogy például emberi találkozásokat keressen, nyelveket tanuljon, alkotó módon dolgozzon, keresse az élet értelmét, és azt szerint éljen. Ezek a munkáim, ezek valójában elég régi munkák, kb. 10 évesek még az egyetem első éveiben készítettem, és javarészt azért macskák, mert abban az időszakban rengeteg macskám volt. Kicsit ilyen Maugli-szerűen nőttem föl, mert hogy a háztartásban éltem, akkor legalább 10 macska körül lett. Tehát megfogott a macska, mint lény. A macska, mint ösztönállat, mint elemi arhelény, így az ős ösztönből. Hogyha társítanom kéne magamat egy állathoz, akkor egyből hozzátársítanám magamat. Imádom az ő különleges, misztikus, furcsa, autonóm, független lényét, mint macska, a macskásságot. Nem is igazából úgy tekintek rájuk, mint állatokra, hanem van az ember, van az állat és van a macska. Kicsit annyit beszélnék erről a kiállításról, hogy nagyon jó, hogy többfélék vagyunk, és kiváltképpen jól van rendezve, legalábbis ez nekem az egy külön szitu, hogy most hogy manifesztálódik így együtt a kiállítás, mert az, hogy külön-külön jók vagyunk, mert mindenki szerintem kiváló művész itt, velem együtt és mindannyian, de együtt egy mű, és együtt egy ösztöncsapat. Nekem a munkáimban igazából az inspirációt az a víz alatti világ adta, és ezt a víz alatti világot tulajdonképpen engem esztétikailag először is nagyon megfogott, és igazából, mint úgy, ugye a víz alatti világ az egy ismeretlen világ, és ennek az ellentéte az, amiben élünk, és ez engem nagyon érdekel, hogy ebben a víz alatti mélységben ez tulajdonképpen határtalan, örökkévaló, és hogy nem annyira ismerjük ezt a világot, miközben mondjuk a Földünknek ez egy nagyon nagy része, és mégsem tudjuk, hogy milyen ez a világ, és hát ez nagyon vonz engem, ugyanakkor szerintem ez egy így kitaszítja az ember, de be is fogadja, és hát ezt próbáltam valahogy így a grafikáimmal megjeleníteni, hogy tulajdonképpen a halak, a vízben élő állatoknak természetes az, hogy ott van a víz, mint ahogy nekünk is természetes, hogy ott van a levegő, de mégis mondjuk anélkül így nem nagyon tudnánk létezni. És hát kicsit ilyen álom, idilliszerű képeim is vannak, és így ezeket szerettem meg. Hát hogy jön a kiállításhoz, hát a többi munka ez is állatokat jelenít meg, és szerintem például a Kovács Ivónak az installációjával nagyon szép összhangban van. Miután megnéztem a teret, rögtön ezt a kis belső pincerészt választottam, mivel én általában vagy épületre, vagy tárgyakra, vagy belső terekre szoktam vetíteni. Úgyhogy azt gondoltam, hogy úgy fogom fel ezt a teret, mint hogyha egy állatnak a belsője lenne, és mint hogyha abba történne, illetve bekerült egy félgömb tükör is, amit hogyha az a közönség körbeáll, akkor olyan, mint hogyha egyfajta egy ilyen virtuális tábortüzet állna körül, ami fölött a
a lények, vagy a, hogy ezek a ősi mítoszok megjelenhetnek, és akkor mint egy ilyen virtuális freskó, emiatt csináltam meg a vetítést. Elhoztam néhány különböző korszakból származó szobrot, amik a főleg a Dante korszakhoz kapcsolódnak, és ezek láthatók itt is. Igen, hát a Dante az egy kutyából indult ki, illetve Dante volt, tehát volt egy kutyám, egy igazi kutyám, egy dobermanom, még néhány évvel ezelőtt, már 10 évvel ezelőtt, már nem él szegény, és ő Dante-nak neveztem el, és hát ez még egyetemi éveim alatt indult el, és akkor ebből lett egy ilyen saját univerzum, egy magánmitológia, aminek ő volt a főszereplője, uralkodó lett, és egy csomó mindent elkezdett maga körül irányítani, és akkor ehhez kapcsolódnak ezek a szobrok. Tehát volt ez a Dante konferencia installáció, ami egy hosszú asztal körül trónolt 9 kutya, és ezek a kutyák is onnan valók részben meg más szobrok részei, illetve külön szobrok, de ez a borzalom, meg az irónia, meg ez a humor, ez a Dantéhoz kapcsolódik, tehát ez a saját világának a része is. És hát igen, ezeknek az összetétele, az anyaga, a talált tárgyak, az, hogy rétegenként megépül egy ilyen szobor, aztán különböző fázisokon megy keresztül, megégetem, összegyúrom, roncsolom őket, aztán újabb réteg kerül rá, tehát van egy ilyen folyamatos, ilyen ösztönös alakulás, ami gyakorlatilag ilyen befejezetlen marad a végeredmény is, és még néhány szobrot, azt például a majmot is én évekkel később is így elővettem, aztán újra átépítettem, újra megégettem, ezek folyamatosan így élnek ezáltal is, és ilyen ösztönösen alakulnak. Tehát így kapcsolódik a Dantéhoz. Ezt a Bika című munkámat 2014-ben készítettem, akkor voltam 3 éves. Az itt készült munkát geometria segítségével rajzoltam le, és annak alapján digitalizáltam, és vízzel vágattam, majd hegesztettem össze. Ez a téma kb. 2010 óta foglalkoztat. Azóta készítek állatszobrokat. Nagyon fontos nekem ezeknek ennek az állatnak a zömöksége, a maszkszerűsége, az árcsága és az a maximális minimum, amit tudok mutatni belőle, amivel ezt az állatot tudom jellemezni ebben a formában. Az Ösztönös című kiállításhoz úgy választottam a művészeket, hogy elsősorban olyan munkákra koncentráltam, ahol az állatábrázolás volt az elsődleges. A kiállító művészek minél többféle technikával és minél többféle megközelítési módban hozzák létre azokat a dolgokat, ami a kiállítás tematikájához illő. A kiállításon sokféle technika jelenik meg, a installációtól kezdve a videómunkáig. Nagyon fontos volt számomra egy kurátorként, hogy maga a térben is hogy jelennek meg a művek. Ugye nagy részt szobrok, illetve installációk jelennek meg. És végigjárva ugye a kiállítást, mind a 3 termet így végignézve, nagyon jó érzéssel tölt el az, hogy amit kurátorként így elterveztem, ez így megvalósult így a Latarka galériában.